És akkor most nagyon más sportág. Berlin, a látási viszonyok rosszak, a magyar tájékozódási búvárbuszok mégis haladtak, nem is akárhogyan, 6 aranyat és 2 ezüstöt szereztek a magyarok. A civilben villamosmérnök, régebben vegyesúszó Balázs Péter 2 elsőségével 7 VB aranynál jár, a búvár dinasztia nevét viselő Guris Ati Lilla pedig a junioroknál hozott vízfelszínre 3 aranyat. Partra vetve már is ők ketten nálunk. Jó reggelt kívánok, szervusztok, gratulálok. Jó reggelt, köszönöm. Akkor nézzük először azt, hogy ki hogyan választja, hogyan tájékozódik és hogyan jut el ehhez a sportághoz. Péter az esetedben, mint már említettem, vegyesúszásból indult, na de hogyan kerültél a víz alá? Nekem édesapám búvárkodott, és így kerültem a búvárklub közelébe. Az úszás az nekem monoton volt, meglehetősen monoton, így váltottam búvárúszásra, és itt ragadtam. És akkor még búvároszáson belül is lehet válogatni, igaz? Tehát igen, az ember a medencében marad, vagy pedig kiszabadul onnan a szabad vizek irányába? Igen, alapvetően úszonyos és búvárúszóként kezdtem, és majd pedig a klubunkban párhuzamosan zajlott az úszonyos úszás, meg a tájékozódási búvárúszásnak a versenyzése, és mindkét szakágban értem el jó eredményeket, tehát volt egyéni világbajnoki 3. helyezésem úszonyos úszásba, de utána engem jobban megfogott a tájékozódási búvárúszás. Azt mondjátok meg, hogy az mi, amit most látunk, az a... Ez maga a tájoló. Iránytű, uh-huh. Ez egy iránytű, meg egy propeller, ami méri a megtett métert. A versenyeink úgy kezdődnek, hogy előtte bemérjük a pályát, hogy hány fokon, hány métert kell úszni a következő bójáig. És akkor tulajdonképpen ez a műszer, ami a víz alatti tájékozódásunkat biztosítja, segíti. Az a jó pálya, ahol nem lehet látni semmit? Hát azért valamennyit, az a kihívás. Az a kihívás, azért minimális látótávolságnak, tehát egy méteres látásnak kell lennie ahhoz, hogy sportszerű versenyeket lehessen rendezni, és ne a véletlen döntse el az, hogy ki nyeri. Lila, a te eseted annyiban hasonló, hogyha már Péter azt mondta, hogy édesapám, akkor ez így szinte predesztinált téged erre, nem? Igen, mert ugye apu az edzőm, és hát ugye nem volt más választásunk szinte, hogy ott kezdjünk a húgommal az úszásnál. Hát nekem is ugyanúgy a vízben kezdtem, uszonyos úszással. Aztán hát most az idén ott is elég jó eredményeim lettek, de igazából jobban összejött a tájolós versenyem. És te miért a tájolóst jobban szereted? Hát nem mondanám, hogy jobban szeretem, mert én azért a tavakban eléggé félek, hogyha nincs ott nálam a tájolom, mert ugye nem látok semmit. Hát érdekesebb az biztos, és hát jobb eredményeim lettek. És te úgy gondolkozol a saját pályafutásodról, hogy akkor párhuzamosan? Hát idén úgy volt, aztán nem tudom, hogy mit hoz jövőre majd a sors. Attól függ, hogy hogyan sikerül a felkészülés, vagy pedig most ugye felkerültem az uszonyos úszásba a felnőttek közé, és ezért, hogy hogyan tudom majd kvalifikálni magam például egy világversenyre. Világos. Na most Péter, amit Lilla említett, hogy a félelem a tavakba. Szóval van ilyen faktor ebben a sportágban, amire trenírozni kell magadat, amit le kell küzdeni? Mert valóban ilyen látási viszonyok mellett azért hát ijesztő lehet. Hát, bocsánat, de ez alapvetően csak a lányoknál szokott előfordulni. Ez egy női műfaj. Kicsit női dolog. Igazából én azt gondolom, hogy félelemfaktor egyáltalán nincs, hogy mi egy méteres mélységben úszunk, a látótávolság ténylegesen egy méter, de semmiféle veszély nem fenyegeti az úszat. Igazából tényleg itt a legjobb eredmény elérése az a cél, tehát félelem nincsen. Az tény, hogy egy fél méteres látásban, egy sötét vízben nem annyira komfortérzés úszni, mint hogyha egy 3 méteres vagy 4 méteres látásban gyönyörű égszínkék vízben vagy tengerben. Ugyanezek az a hőmérsékletre is. Tehát a 12 fokos vízben nem annyira jó úszni, mint mondjuk egy 20 fokosban. Na de hogyha az ember esetleg félne, mint hogy a férfiak szerint nem félnek a vízben, akkor még mindig ott van a megoldás, mert hogy ezt nem csak egyedül lehet művelni. Te például László Dezsővel is nyertél aranyérmet, vagyis azért műfajában többféle, több szereplős, páros, négyes úszás is létezik. Így igaz. Mi Dezsővel, László Dezsővel Monk versenyszámban lettünk elsők. Ezt tényleg abszolút úgy kell elképzelni, mint a tájékozódási futást. A rajtnál nincsenek bemérve a bóják előre, hanem a rajtnál kapjuk meg a térképet, és ezt a térképet már víz alatt kell bemérni, és úgy kell párosan úszni. Tehát itt van egy vezértájolós, meg van egy segítője, akit gúny neve a kutya.
A kutya? Aki, igen, mert össze is vagyunk kötve egymásra egy kutya sétáltatás zajlik, az a kérdés, hogy ki sétáltat a kutya, hogy ez előre megmondulál, hogy ki lesz a kutya, vagy pedig lemegy kutyába valaki? Nem, ezt mi így gyakoroljuk, tehát ezt így gyakoroljuk, mind a két ember ugyanannyi múlik. És tényleg úgy kell kezdeni, mint a tájékozódási futást, hogy nem látszódnak a bólyák, hanem az úszás közben a megtalált bólyáknál érvényesíteni kell. Ilyenkor a kötéllel kommunikál a két is versenyző, vagy pedig adott esetben, ha meglátják egymást, akkor... Gyorsabban kell annál csinálni, hogy beszélgetni lehessen a víz alatt, hogy a kötéllel úgy kommunikálunk egymásra, hogyha van valami, akkor a kötélen keresztül visszahívjuk a másikat, vagy éppen. Tehát ez egy nagyon-nagyon komolyan begyakorolt. Egy erbeszélgetés. Egy nagyon gyors beszélgetés, igen. Lilla, ki a nagyobb tehetség ebben a műfajban? Te vagy Gréta, a tesód? Hát a húgom már átment vízilabdázni, ebben a műfajban még nem is próbálta ki magát, mert túl fiatal, én is csak 3 éve úszom tóban. Hát ő meg ugye már abba hagyta, úgyhogy már igazából... Ez a 3 junior arany, ez mit érne a felnőtt mezőnyben, hogyha már egy kicsit gondolkozol előre is? A 4.-5. helyeim lettek volna most, azt hiszem. Azt már látod pontosan, hogy... Az a következő feladat, hogy azokat majd a felnőtt mezőnyben, ami most 4.-5. érne, azt kéne fölnyomni oda az első háromba? Hát igen, viszont még van 4 versenyidényem, úgyhogy szerintem még azért ráérek gondolkodni meg, hogy addig egyáltalán mi lesz velem. Egyébként ezt nagy mértékben a papáddal fogod megbeszélni? Hát, ha már eleve belekényszerített? Hát szerintem mindenképpen, mert ugye az edzőm is, úgyhogy... Biztos, hogy sok köze lesz ahhoz, hogy mi lesz a jövőben. Péter, neked még hány aranyérem kell? Nem tudom, ameddig az edzés meg a felkészülés örömet okoz, meg motivál a versenyzés. Most egyelőre e tekintetben tökéletesen jól érzed magad. Jól érzem magam. És jók a körülmények is? Mindig lehet. Tehát itthon jó, itthon ilyen búvárúszónak lenni? Hát, mint minden sport, vannak nehézségek, tehát a felkészülésben vannak nehézségek, úszodát találni, vagy úgy úszodát találni, hogy ezt meg is lehessen fizetni, de maga a felkészülési körülmények, tehát a tavaink azok jók erre, szövetség a lehetőség szerint megtesz mindent, de azt gondolom, hogy jó körülményeink vannak, főleg a Dunajvárosi klubnak köszönhetően, hiszen nekik van a Szalki tavaknál van egy búvárbázisuk, ahol ideálisan lehet felkészülni a versenyekre. Hát akkor még egyszer gratulálok, és jó munkát, amíg élvezitek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.